A tavaly ősszel elvetett növények számára nem volt ideális az évvégi időjárás. Leginkább a csapadékmentes, száraz idő kedvezőtlen a növénykezdemények számára, amelyek Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke szerint emiatt nem a megfelelő ütemben fejlődtek. A kellések azok nem voltak elég, az elvártnak megfelelő, ugyanis nagy csapadék hiány volt. Itt a hó alatt ezek a növények még kikelhettek, illetve tavaszra egy jó fejtrágyázás után akár még termést is hozhatnak, még ha úgy tűnik, hogy lemaradásban vannak is. A csapadék hiány most fokozottan érzékelhető, hiszen az elmúlt év ősze és az idei tél sem bővelkedett csapadékban. Azt tapasztalom, hogy nagyon nagy csapadék hiány van már most januárban is, ugyanis azokban a csatornákban még nem jelentek meg a vízmennyiségek, amiben azért olyan április-május elejéig folyni szoktak a vizek, egy abszolút nincs benne semmennyi víz, úgyhogy nagyon örülnénk neki, hogyha ez a hó elolvadna, vagy még esne hozzá egy lassú oldása, pótolnánk azt a lemaradott mennyiséget, ami a tavalyi 2018 évi tenyész időszakban körülbelül 100 mm hiányzott. Rácz Imre hozzátette, a legkedvezőbb az lenne, ha a jelenlegi hótakaró fokozatosan olvadna el, ezt a folyamatos utánpótlást a fagyból kiengedő talaj lassan tudná hasznosítani, így a mélyebben fekvő területeken sem alakulna ki belvíz.